Az arisztokraták életét mutatták be marosvásárhelyi diákok. A Toldalagi Palotaőrök elnevezésű csapat előadást is szervezett, amelynek keretében vadásztrófeákat mutattak be az érdeklődőknek. Nem mindennapi vadásztrófeákat láthattak a Toldalagi Palotában Marosvásárhelyen az érdeklődők. Muflon, dámszarvas és afrikai antilop is látható volt. A különlegességek Dimitries Turdza herceg és dr. Osváth Pál gyűjteményéből kerültek ki. Az eseményen Osváth Pál tartott előadást Toldalagi Mihály életéről. A 18. századi vadászatot szeretnénk egy kicsit prezentálni a közönségnek, figyelembe véve, hogy Toldalagi Mihály Rákóczinak volt a fővadász mestere. Erről azt kell tudni, hogy a fővadász mester annak idején az állattenyésztésért is felelt, ami egy nagyon fontos beosztás volt. Az estet egyébként a Bolyai Farkas Elméleti Liceum Toldalagi palotaőrei szervezték. A céljuk az volt, hogy még többet megtudhassanak a palota és a benne élők múltjáról. A csapat az Örökségünk Őrei versenyben indult, és most a megyei döntőre készülnek. A feladatunk az, hogy egy szerepet, egy előadást tartsunk, egy 10 perces előadást. Erre az egész csapat teljes gőzzel készül minden délután, amikor csak lehet, délelőttönként, hétvégén, mert mindenki nagyon szeretné, hogy nagyon jól sikerüljön. A diákcsapat nem tart attól, hogy esetleg nem fognak nyerni, ugyanis már rengeteg élményt kaptak a versenytől, de nem tagadják, nagyon keményen dolgoztak, és szeretnék, ha ezt egy első helyen jutalmazná a zsűri.